Amennyiben a diákmunkát iskolaszövetkezeten keresztül vállalja egy fiatal, akkor a feltételek között szerepel, hogy legalább 16 éves és nappali tagozatos legyen, 3 hónapnál nem régebbi iskola látogatási igazolást mutasson be, és persze személyi, valamint diák igazolványát is ellenőrzik. Nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek 16 éves kortól, és passzív fél éve lévő diákok is 25 éves korig adhatják le a jelentkezéseket, és regisztrálhatnak nálunk. Jelenleg nyáron a pénztárosi, az árufeltöltői munkánk, az összeszerelői, a csomagolói munkák a legnépszerűbbek. A legtöbb érdeklődő diák üzemi, gyári munkára jelentkezik térségünkben. Akkor Legó, mennyi az óra, miért azt megkérdezhetem? A diákok többek között munkaruhát, például munkavédelmi cipőt is kapnak az iskola szövetkezetektől. Immáron 2 éve dolgozok diákmunkában, tavében és az idei évben a gyári munkát részesítettem előnyben, jelenleg most a Legóban dolgozok, és ezáltal szeretném megkeresni a nyári nyaralásokra, üdülésre és egyéb külön kiadásokra, mint például jogosítvány vagy nyelvvizsgára a pénzt. Míg tavaly óránként minimum bruttó 639 forintért dolgoztak a fiatalok, addig idén már közel 100 forinttal többet kereshetnek a diákmunkával. A 2017-es minimum órabér 733 forint, és ebből csak az SZJ-t vonják le.